Sziasztok! Na, a mai videóban a fűtésről fogunk beszélni. Ez egy Picasso-nak a fűtésboxa. Ezen rajta van minden. Ugye itt vannak a csatlakozók. Ennyi fajta csatlakozó van rajta. Ezen az oldalon vannak az állítómotorok. Ez úgy van berakva, mintha így lenne berakva az autóba, így kell nézni, itt van benne az autóba. Jobb oldala, bal oldala. Ezen az oldalon vannak az állítómotorok, ezek állítják, hogy hideg vagy levegő befúvása legyen. Itt vannak ezek a hát ilyen nem fogas lésznek, hát nem tudom minek lehetne nevezni, mondjuk ez az például, de ebből azt hiszem, hogy nem, ebből nincs letörve egy darab. És ezek is meg szoktak hibásodni. Három darab állítómotor van, itt egy, itt egy, itt egy. Itt is lehet látni. A fogas lécet például, ami itt van. Ilyen félfogas kerekek. Akkor itt a másik oldala. Itt található meg a fűtőmotor. Két darab csatlakozó. És a fűtőmotor, ha kiveszed a csavart, akkor jelenleg bajon egy záras, úgyhogy ki lehet venni. Majd mindjárt meg is nézzük. Egy csatlakozó ki. Két csatlakozó ki. Jó mocskos, úgyhogy azért vagyok kesztyűbe. Csak a hátránya, hogy nem bírom úgy megnyomni a dolgokat. Na. Ezek a csatlakozók szoktak kiégni, elégni. Ez is hiba lehetőség, hogyha nem működik. Na most mindjárt megnézzük, de valószínűleg ez kivehető így, ha elfordítjuk. Mondjuk ez kocsiba kemény kiszerelni. De itt van egy csavarhely, kicsit csavarhely. Már nem emlékszem, hogy hogy jön ki, de azt tudom, hogy el kell fordítani. Mindjárt adok a célszerszámot. Erre megy. Ennyi. Előtt kell kifejteni, és kijön a fűtőmotor. Most a digit klímásoknál a fűtőmotor előtét ellenállása az itt található meg. Itt vannak az előtét ellenállás. Így megy vissza. Valahogy. Inni. Vissza is raktuk. Áramot neki.
Ezen az oldalon van ugye a cső, ami megy ki a tűzfalra. Itt vannak a csodálatos ógyűrűk. Itt van benne a fűtőradiátor. Meg még egy csomó vacak van benne. Aztán ugye itt van a klímának a szelepe. Ezt, ha előről nézed az autót, tűzfalnál lesz. Ha leveszed a klímacsövet, akkor kilátszik. Na, így néz ki fűtőbox kiszerelt állapotba. Most fogunk beszélni, hogy ha nem megy a fűtésed, akkor mi lehet a probléma. Na, ha nincsen fűtésed, akkor miért nincs fűtésed? Hát az első ok általában a gyújtás kapcsoló betét. Az elégett, megégett, nem indul el a fűtés, se a klíma. Hogyha elégett, akkor ugye az cserés természetesen, viszont azt úgy is meg tudod nézni, nem mindig sikerül, hogy mozgatod benne a kulcsot, és véletlenül elindul a fűtés, akkor gyújtás kapcsoló betét probléma. Ha nem ott van a gond, következő gond, az itt szokott lenni, elégett a vezeték, vezetékszakadás, ez szétégett csatlakozó, vagy pedig a fűtőmotor halt be. Digitális klímáson a fűtőmotoromban az előtétellenállás, az is elromolhat, attól se működhet az egész dolog, de általában az előtétellenállás meghal, akkor négyesen még kéne menni a fűtésnek. Aztán más dolog már nincsen ebbe. A következő dolog, hogy nem állítódnak a dolgok, ez meg ugyanúgy a motorokról volt szó az elején, ugyanaz, itt lesz a bibi, vagy hideg levegőt fúj, vagy meleg levegőt fúj, hiába állítgatod a dolgokat, nem működik. Ugye ez az egyik része, ez rámegy a klímapanelre, ami ott van a középkonzolon, mondjuk ez a digitális, két darab csatlakozó van hozzá, ami rámegy, ez a kettő. De a klímapanel az, hát azt mondom, hogy 90%-ban nem szokott elromolni. Nem láttam még nagyon olyat, hogy a klímapanel miatt nincs fűtésed, mert ugye az a rossz. Nagyon sokszor azt akarják cseréltetni, tök fölösleges szerintem, mert nem az ott szokott lenni a bibi. Mindig itt a bibi. Állító motor, hogy nincs fűtés, vagy fűtés, vagy pedig a fűtőmotornál van a gond. Lehet még olyan is, hogy elfolyt a fagyálló, mert tönkrement a fűtőradiátor. Azt itt innen lehet cserélni, és egy pár csavar, akkor vannak rajta ilyen fülek, azokat kell lefeszíteni, és kibírod húzni a fűtőradiátort. Ezt teljesen kiveséztük, többet nem tudok róla mondani. Remélem tudtam segíteni. Sziasztok!